Önök a Kultúrszobát, a Tolnatej Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. Az ünnepvárásban benne rejlő lelki erősödés lehetőségét szeretnénk kiszélesíteni önök előtt. Kasszó Gyula, szekszárdi református lelkésszel beszélgettünk a karácsonyvárásról, megváltásról és az istenkereső emberről. A mai idők embere különösen megélheti azt a kettősséget, ami az adventet jellemzi mostanság. Egyrészt mindenhonnan csillogás, villogás, vegyél, adjál, gyerünk, sürögj, forogj, énekelj, zenélj, zengj, bongi, mint a harangok, és szédülj bele a világ ünnepi pörgetyűjébe. A másik oldalon pedig mindenhonnan a lelki elmélyülést hirdetik. A meghitt, csendes családi együttlétet hangsúlyozzák, a szeretet békés ölelését. Hát akkor most miről is szól advent? Mit is ünneplünk? Mintha csak a lényeg sikkadna el az émejítővé erősödött fenyő és fahéj illatban. Azt gondolom, hogy amit elfelejtünk, az, hogy az adventnek van egy isteni oldala is, és nem csak egy emberi. És tulajdonképpen az isteniből kellene, hogy kiinduljon az emberi is, és a kettő találkozása, ez tulajdonképpen Krisztus, ebben bontakoznak ki, ő benne bontakoznak ki az adventnek az értelme és a jelentése. Az advent a mi oldalunkról várakozás időszaka, ahogy fogalmazta is, mert ez az emberi oldal, az ember vár. De mindig olyasmire várunk, ami közeledik, ami jön, vagy aki jön és aki közeledik. Az advent jelentése tulajdonképpen az, hogy míg mi a passzívabb oldalon várakozunk, Isten az aktívabb oldalon közeledik. Az advent magyarrá vált szónak az eredeti jelentése is ez, hogy adventus, a közeledő, Adventus Domini, az Úr érkezése, az Úr közeledése. És több közeledése van az Istennek hozzánk. Naponként is van valamilyen közeledés. Nyilván volt egy nagyon döntő közeledése az emberhez, akkor, amikor testé lett, emberré lett az Isten. Ezt ünnepeljük, erre emlékezve ünneplünk karácsonykor tulajdonképpen. Ez volt az első eljövetele. Azt várták a proféták, várta az egész ószövetségi nép, várta az egész világ sóhajtozva. Van egy eljövetele Krisztusnak, amelyik az emberi élet mindennapi szintjére történik. Az Isten közeledik hozzánk nap, mint nap. Abban, hogy most itt ülünk és beszélgetünk, annak a hátterében ott van az Isten közelsége és az ő közeledése. Ha ő nem lenne közel, mi se ülhetnénk már itt. Ha ő nem lenne közel, emberek között sem jöhetne létre közelség. Bot Péter, 18. századi teológus és irodalomtörténész azt mondja, hogy van egy harmadik közeledése Krisztusnak, ez amikor a halálunk pillanata elkövetkezik. Várakozunk egész életünkben valamire, és közeledik hozzánk a halálunk óráján is. És ezzel elővételez valamit az utolsó közeledésből, ez pedig az utolsó ítéletre közeledés, az új ég és új föld teremtésére való közeledés, ez a tulajdonképpeni advent. Krisztus visszajövetelét várjuk. Azt várjuk, miközben megéljük naponként az ő jelenlétét, hogy ő közellevő Isten, ő közeledő Isten, és egyszer el fog jönni és teljes szabadítást ad mindenféle sötétségből, mindenféle megkötözésből, mindenféle rosszból. Az advent erre irányul. Ezt az eljövetelet, ezt a közeledést várjuk, erre tekintünk tulajdonképpen. De, mintha minden egyes ajándékvásárlás, minden egyes süteménysütés egy újabb körút a városban a karácsonyi készülődés jegyében, inkább eltávolít mindattól, amit pedig sóvárog a lélek, még akkor is, ha zsibbasztjuk azt színes égőkkel, almás fahéjas potpurival és illatgyertyákkal. Valami hiányzik, vagy valaki hiányzik? Istent hagyjuk ki a gondolkodásunkból. És onnantól kezdve, hogy kimarad a tulajdonképpeni lényeg, és Isten mindig egy nagyon csendes, háttérbe szoruló, egészen krisztusian szelíd lényeg, akkor egyre hangosabbá válik az ember, egyre csillogóbbá válik a világosság, egyre bántóbbá válik a fény. Pedig az adventnek nem ez lenne a lényege, hanem pont az lenne, hogy az isteni fokozatos közeledést, amit néha lassú közeledésnek élünk meg. Néha úgy várnánk, hogy jöjjön el és tegyen rendet. Hogy ne ránk bízza már azt, hogy itt a dolgok rendbe jöjjenek. Ne minket használjon munkatársként, hanem neki hatalmában van, egy szavába kerülne és egy pikpak rendben lenne, de ő nem akar minket kihagyni. Hanem bevonja az emberit, bevon bennünket, és mi néha nem bevonódunk, hanem felülírjuk az Istenit.
nagyon sok adventi aktivitás, emberi aktivitás az emberi tehetetlenségről tanúskodik. Pedig nem kellene, hogy tehetetlenségbe fulladjon, ez csak csend kellene, hogy legyen, Istennek teret engedés. És nem azt mondom, hogy kellene, hogy legyen, hanem szabadna, hogy legyen az advent. Valamikor az emberek böjtöltek, ez volt a kis böjt. És a böjtnek nem az a lényege, hogy megfosztjuk magunkat valamitől, hanem az, hogy megpróbálunk olyan életet élni, hogy a lelki berendezettségünk kiéleződjön valamire, vagy valakire. És mivel a legtöbb embernél azt tapasztalom, hogy nem az Úristent várja, sok mindent vár a mai ember, elvár, még az Istentől is, de nem az Istent várja, éppen emiatt elsikkad nagyon sok minden. Rohanássá válik az adventi készülődés, kapkodássá válik az, aminek igazán készülődésnek kellene lenni. Amikor készülődünk, akkor néha összekapkodjuk a dolgainkat, de most azt látom, hogy az ember az életét próbálja összekapkodni. És hogyha ezt az életet megpróbálnánk az Isten kezéből fogadni, mint amit ő tart egyben, akkor sokkal nagyobb nyugalom és békesség lehetne bennünk, amikor az adventben gondolkodunk. És akkor nem fényszennyezés lenne, hanem adventi gyertyagyújtás, akkor nem csili-vili lenne már ideje korán, hanem megélhetnénk azt, hogy a legnagyobb sötétségbe is jön a legnagyobb világosság. Krisztus azt mondta egyszer magáról, amikor a tanítványai előtt beszélt a templomban, a jeruzsálemi templomban, hogy ő a világ világossága. És minden világosság ezt a nagy világosságot kész megjeleníteni, hogyha ezt készek vagyunk leképződni, hagyni magunkban. Ezt nem mindig hagyjuk, de alapvetően igen. Az adventi koszorúnak ez lenne a tulajdonképpeni értelme, hogy minél sötétebbé válik kívül a világ, annál inkább növekszik a fény ereje, és a legnagyobb sötétségbe beleragyog a legnagyobb ajándék. Ez egy régi találmány, de nem annyira régi, mint amennyire gondolnánk. A 19. században találta ki egy evangélikus lelkész, Johann Heinrich Wichern, aki árvaházakat is alapított, a belmissziónak volt ő az egyik nagy mozgató ereje. És egy árvaházban egy szekérkereket vett, és december elején 24 gyertyát ráállítva tulajdonképpen felfüggesztette a nagy terembe, és minden nap meggyűjtött egy gyertyát. Ez nem is adventi koszorú volt tulajdonképpen, hanem adventi kalendárium. Mindenképpen megjeleníti, hogyha az ember hittel fogadja az adventi fénynek, a gyertyák számának a növekedése, az igazi világosság növekedését, a Krisztus közeledését. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, olyan közel, mint most, még soha nem voltunk az ő visszajöveteléhez. Nem azért, mert én haladok, hanem amiatt, mert ő jön közelebb. És ebből jelenít meg valamit az adventi kalendárium. Amit kritikusan említenék, az az, hogy azt jelenti számunkra az adventi koszorú is, hogy eljön a karácsony, és akkor utána vége van egy évre. Pedig egy örök adventben élünk. Pont amiatt, mert ez a folyamat, ez csak vele, az ő megérkezésével fog befejeződni. Egészen addig a kiteljesedés felé vagyunk úton. Emiatt az adventi időszak nem korlátozódik a december 25-e előtti 4 vasárnap által magába ölelt időszakra, hanem így is mondjuk, hogy mi örök adventben élünk. Egészen addig, ameddig vissza nem jön az örökkévaló, addig ő közeledik, és mi is közel érezhetjük magunkhoz, és közeledhetünk hozzá. Közeleg az Emberfia címmel 7. alkalommal szervezte meg a Pécsi Egyházmegyével karöltve a Szent József Iskola Központ a Dzsida Jenő szavaló versenyt. Szombaton a szekszárdi katolikus plébánián közel 60 kisiskolás állt ki a közönség elé egy-egy magyar költő istenes vagy témájában a karácsonyhoz, adventhez kötődő versével. Mikor újonva nevet a kéki, és a szellő, mégis 1000 szizegő halott levélkét takarít. Gyakorta érzek, olyan különös, kimondhatatlan valamit. A korosztályukhoz mérten komolyabb verseket is hallhattunk az általános iskolás versenyzőktől a Dzsida Jenő szavaló versenyen Szekszárdon a katolikus plébánia közösségi házában. A Szent József Iskola Központ rendezi meg évről évre a Dzsida Jenő versmondó versenyt.
Ezelőtt 7 esztendővel az én ötletem volt ennek a versenynek a megindítása. Igazából az volt, kettős célom volt, az egyik az, hogy ezt az adventi időszakot, ami a mi iskolánkban egy kiemelten nagyon fontos és különös hangulatot árasztó időszak, azt még egy picit emeljük azzal, hogy a gyerekek adventhez, a hithez, illetve magához, karácsonyhoz kapcsolódó verseket hoznak. Itt előírás, hogy csak magyar versekkel lehet indulni. Egyházmegyei szintű, tehát általában az eddig évek tapasztalata alapján 60-80 fő az átlag jelentkező, ez idén is így van. 8-10 iskolából jöttek, egyházmegyei, elsősorban egyházmegyei iskolák, de a helyi iskolák is képviseltetik magukat, illetve a várdombiak, alsónánaiak szoktak még mindig megtisztelni bennünket a jelenlétükkel. És a másik célom, mert azt mondtam, hogy kettő célom volt, az az, hogy ebben egy kicsit különleges ebben a versenyben, mindig országos hírű színész a zsűri elnök. Ennek az az oka, hogy úgy gondoltam, hogy talán jó lenne egy olyan teljesen objektív embert ide meghívni, aki nem csak abszolút szakembere a szavalásonak, hanem tényleg nem kötődik semmilyen szinten senkihez, nem tudja, hogy kik azok a gyerekek, és melyek azok az iskolák, amelyek itt képviseltetik magukat. Tehát egy picit azért Szekszárd nem egy olyan óriási hely ilyen szempontból, és a helyi szavaló versenyeken ez szerintem óhatatlanul nehezebb kiküszöbölni, és hát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez minden évben tényleg sikerül. A zsűri elnökeként 3 évvel ezelőtt láthattuk először Szekszárdon Mikó István Jászai Mari díjas színművészt. A felkérésnek idén is örömmel tett eleget, mint mondta. Már az nagy dolog, hogyha valaki kiáll és elmer mondani egy verset manapság, az a legnehezebb dolog. És hogyha még valakinek az is sikerül, hogy pontosan érthetően, értelmesen és szépen beszél, nyilván annak több esélye van, de mindenki, aki itt volt, nagyon helyes és nagyon, nagyon szép dolog ez, hogy vállalkoztak erre. És halljuk. Tehát van, aki úgy nagyon kicsit befelé beszél, nagyon aranyos meg minden, csak úgy nehezebb közvetíteni a gondolatokat, a költő gondolatokat, vagy esetleg az övéit, hogyha vannak. És természetesen, hogyha van benne saját érzés, az mindig felfénylik. Köszöntelek, te zöld fenyő! Megszépítetted házunk. Hózuzmarás karot körül, kitált szívünkkel állunk. A messziség küldötteként vállaltad véges sorsod, mert rámborult a hosszú ég, egy fényt, reményt kioltott. Mivel hogy ugye már évek óta zajlik ez a verseny, ezért már az tanév eleje óta keressük azokat a gyerkőcöket, akik egyrészt szívesen jönnek, meg akikben mi is látunk úgymond fantáziát. Természetesen azért van egy iskolai szűrés, tehát nyilván mindenkit nem tudunk elhozni, de évről évre már tudatosan úgy kezdjük a tanévet, hogy december jön, akkor szavaló verseny. Csak egy csillag látszott szem karácsony éjjel, fényes aranyszállal, szólt a fényű széllyel, mint azon a napon, csendült a világra, s mint három királyok, indultunk utána. Én azt tapasztalom, néha egészen megdöbbenek most például itt az utóbbi korcsoportnál, hogy egy-két harmadik, negyedikes gyermek, tehát azt érezte az ember, hogy tényleg érti és érzi azt, amiről beszél, annyira szépen átjönnek ezek a gondolatok. Mi hiszünk abban most ez a saját iskolámról, de itt ugye több egyházi iskola is van, hogy azért nagyon sokat jelent, hogy ezek a gyerekeknek legalább egy jó része azért maga is hívő, vagy legalábbis a vallását gyakorló családokból jön. És szerintem is ez érződik. Én örülök, hogy ezt ön is észrevette, mert én is így gondolom, hogy ez mindig érződik. Memoriter most már nem tudom, hogy kötelező, annak idején azért nagyon sok verset kellett tanulnunk az iskolában, ami azért érződött is. Emlékszem, én is nagyon sok szavaló versenyen vettem részt, és emlékszem az izgalmakra is, az, hogy az ember úgy be van tojva szabály szerint, hogy most akkor meg kell nyilatkozni. És az nem az számít, hogyha valaki esetleg elfelejt egy sort, vagy van beszédhibája.
természetesen a későbbiekben ez kinőhető, megjavítható, hanem hogy valami ott megcsillan a szemében, itt a kis fején, azt lehet látni. Ez a legfontosabb. Ó, emberek, gondoljatok ma rá, ki Betlehemben született ez este, jászuralmán, kis hajléktalan, szelíd barmok közt, kedves bambínú. Ó, emberek, gondoljatok ma rá, hogy az anyja az Úr szolgáló lánya, s apja ács. József Attila halálának évfordulóján mutatták be azt a kötetet, mely a költő utolsó hét esztendejének legfontosabb írásainak kritikai kiadásaként jelent meg. N. Horváth Béla és munkatársai 5 esztendőn keresztül dolgozták fel a tragikus sorsú költő legjelentősebb alkotói korszakában született írásokat. Bár az orvos szigorúan megtiltotta, hogy a vonatok érkezésének környékén ne engedjék ki a házból, a nővérek mégis hagyták sétálni menni. 1937. december 3-án este, nem sokkal később a falu bolondja szaladt, és csak annyit mondott: Attila, Attila. Addigra már elment a magyar irodalom egyik kiemelkedő személyisége, akit alig pár ember kísért utolsó útjára. Egy évvel később megjelenő kötetét elkapkodták. 1930 és 37 között megjelent összes tanulmányát és cikkét rendezte egy kötetbe, kritikai kiadásként N. Horváth Béla vezetésével egy kutatócsoport. 1937. december 3-án, egy hasonlóan csúnya őszies télies napon, amikor József Attila meghalt, akkor nagyon kevesen tudták, hogy milyen nagy költőjét veszítette el az ország. Nem gondolták, azt gondolom, hogy majd ennyi példányszámban meg fognak jelenni a kötetei, hisz 1936-ban az utolsó életében megjelent kötet mindössze 60 példányban fogyott el. Halála után egy évvel, 1938 májusában a könyvnapra 2000 példányban adták ki a kötetét, elfogyott, vitték, mint a cukrot. Tehát beigazolódott a költőnek az a mondata, amit nagyon szomorú öniróniával írja az egyik versébe, hogy itt csak meghalni sikerült. József Attilának a barátai természetesen sokat tettek annak érdekébe, hogy elismertessék a közvéleménnyel. Másrészt pedig azért azt is el kell mondani, hogy olyan nagy költők, mint például Babits Mihály, akinek József Attilával való kapcsolata hát meglehetősen bonyolult volt, és konfliktusokkal terhes, mint az közismert, ő is úgy nyilatkozott már a halála után, hogy egy jelentős költőt veszítettünk el. Az érett költő munkái olvashatók a kötetben. Ez az időszak már a kiforrott vagy forrásban lévő gondolatok gyűjteménye, mondja N. Horváth Béla. Ez a két kötet, amit most be fogok mutatni, és amin 5 éven keresztül dolgoztunk a kollégáimmal, tehát majdnem 7 évig, ez egyúttal annak is a foglalata, hogy a költő hogyan gondolkodott, hogyan jutott el a messianisztikus marxizmustól egy osztályszemléletű társadalomképtől, az egyéni szemléletű társadalomképig, hogyan jutott el a freudizmusig, hogyan jutott el a freudomarxizmusig, hogy aztán élete végén tulajdonképpen egy nagy szintézist hozzon létre a Hegel Marx Freud című nagy tanulmányában. Nagyon komoly belső szakmai vitáink voltak, és ami nagyon izgalmas az egészben, hogy ez a két kötet olyan iratokat, olyan kéziratokat, olyan töredékeket is közreadott, amelyeket még korábban soha nem látott senki. Tehát novumokat, originális dolgokat közlünk, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy ezek tükrében és függvényében nyilván árnyaltabb képet is kapunk a József Attilai gondolkodó alkatról. Most közöljük először a 7. pontot, a 7. fejezetet, ami egy nagyon mély pszichoanalitikus gondolkodásmódot tükröz, illetőleg azt, hogy a költő hogyan fókuszál, hogyan koncentrál az egyénre. Az egyén, a személyiség az, ami megismételhetetlen, az, ami a társadalom alkotó elem.
Bár születésekor Bálok és Zajos társadalmi események megélése adatott volna számára, a történelem megváltoztatta a sorsát. Perccel Irma sokkal inkább élte meg a száműzetés keserűségét, mint a polgári élet vidámságait. Emlékkönyve a Vosinszky Mór Múzeum hónap műtárgya sorozatának e havi darabja. Családnak élj, tanuld és gyakorold a szépet, a jót, a bölcset, és boldog leszel. Perccel Mór írta ezeket a gondolatokat lánya Irma emlékkönyvébe, a korszokásainak megfelelően németül és magyarul is. Perccel bejegyzése mellett még néhány beírás található a könyvben, de a lapok jelentős része üres. Pedig Perccel Irma születésekor nem az az élet nézett ki számára, amit végül a sors elé tett. Apja a történelmi eseményekben vállalt szerepe megváltoztatta a család életét, és így a polgári élet helyett a száműzetés és a munka lett az osztály része. Mint ismeretes édesapja, Perccel Mór aktívan részt vett a 48-as forradalomban és szabadságharcban, tábornokként küzdött a magyar szabadságért. Feleségével, Sárközi Juliannával, aki akkor már 3 gyermekes anyuka volt, Aradon találkozott, mielőtt az országból elmenekült volna. A feleséget és lányát, Irmát az osztrákhatóságok letartóztatták, és több hónapig börtönbe tartották. Mikor megmenekültek, akkor engedélyt kaptak arra is, hogy elhagyják az országot. A család az apai után indult, aki ekkora már a kis-ázsiai Kütahyában tartózkodott, az emigrációba kényszerült többi szabadságharcosokkal. A család további története az emigrációnak a keserű kenyere volt. Kütahyában, mikor engedélyt kaptak a Törökország elhagyására, akkor persze Mór Londonba indult. Azt remélte volna, hogy a török kormánytól kapott pénzjuttatás elegendő lesz hosszú távra is, nem így történt. Így a család továbbállt Jersey szigetére, ott vertek tanyát, ahol gazdálkodtak és állatokat tartottak. A hónap műtárgyaként bemutatott Perccel Irma kötet is ide került, méghozzá Perccel Irmának ajándékozta egyik ottani barátnője. Milyen életet élt itt a család? Hát nem a birtokos nemességhez illőt. Béreltek egy házat Grouville közelébe, amihez egy birtok is tartozott. A Perccel családot meglátogató egyik ismerős azt jegyezte föl róluk a család életmódjáról, hogy Perccel a füvet kaszálta, lánya Irma pedig a teheneket fejte. A kiegyezés idejéig élt a Perccel család az emigrációban. Ezt követően hazajöttek, de Perccel Kossuth-tal ápolt rossz viszonya miatt nem vállalt közéleti szerepet. Perccel Irma nem sokkal később elhunyt. Érdekessége ennek a kötetnek a kivitelén kívül, ami egy gyönyörű bőrkötésben található album, színes lapokkal vízjelet is találhatunk benne, az, hogy a lapok többsége üres sem maradt. Én úgy ítélem meg, hogy ez nem véletlen, hiszen a tehenek mellől nehéz lehetett az emlékkönyvbe írni. Egyébként a barátnő a korban nagyon népszerű, Európában is népszerű amerikai költőnek a verseit írta az első lapokra, Longfellowról van szó, de ezen kívül alig találunk bejegyzést az albumban. A hányattatott sorsú Perccel Irma szép emlékkönyve a Vosinszky Múzeum hónap műtárgyának vitrinjében látható. A 26. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál dupla lemez bemutató koncertjét tartották Pakson. Készülnek már a nyári fesztivál programok is. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója, illetve Barnabás István alpolgármester a rendező város részéről biztosította a szervezőket a jövő évi támogatásról. Thank you.
felvidéki Fekete Tamás zongorajátéka repítette a komoly zene világába elsőként a Csengei színpadán a 26. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál dupla lemezbemutató koncertestéjén közönségét. A hagyományos fesztivál DVD mellett egy kiadványsorozat első DVD plusz CD lemeze is megjelent. A Tűzkerék XT Best of Gastroblues. Ez tulajdonképpen az évadzárunk is, hiszen ebben az időpontban jelenik meg mindig a válogatás DVD-nk, ami a legjobb pillanatait ötvözi a nyári fesztiválnak. Pál Balázs Jenő és Pál Balázs Amadé, apa és fia virtuóz gitárjátéka lázba hozta a közönséget. Pál Balázs Amadé a pozsonyi konzervatórium végzős diákja. Édesapja Pál Balázs Jenő rozsnyói gitáros, zeneszerző. Idén mutatkozott be a Gastroblueson nagy sikert aratva. A színház termi koncerteket követően a zsúfolásig megtelt Csengei aulában folytatódott a koncertek sora. Török Ádám 50 éve aktívan ott van a magyar zenei életben, a paksi bluesról sem hiányozhat. Fiatal társával Fehér Ádámmal érkezett. Jelenleg talán az egyetlen magyar blues fesztivál, de van rock és jazz is, tehát az igényes könnyű zenének a fellegvára. Én ma az elején itt voltam 93-ban, be Kaktuszon nagyon jóban vagyok, gyerekkorunk óta egyidősek vagyunk, és 1969-ben, tehát pontosan 50 évvel ezelőtt találkoztunk Dunaújvárosban, és azóta nagyon jó kapcsolatunk, rengeteg koncertet csináltunk közösen, és a főműve, a Gastrofesztivál ma is él és virul, és világhírű. Kaliforniában is jártam most a magyaroknak, Kanadában, és ott is híre van a gasztrobusznak. Az esten fellépett Fekete Tamás a zenekarával is. A fiatal zongorista az idei Virtuózok című műsor döntőse volt. Hangolódjunk együtt a karácsonyra Szekszárdon a Béla Király téren. December 2-től 23-ig kézműves kirakodóvásár, karácsonyi műsorok, koncertek, gyerekprogramok, szalmalabirintus, adventi kalendárium, Betlehem, forralt bortea, kemencés lángos és sok más finomság várja az érdeklődőket. A Babits Mihály Kulturális Központban az adventi vásárokon színházi előadásokkal és koncertekkel kedveskednek a közönségnek. A gyermekek örömére pedig újra kinyitja kapuit december 16-án a karácsonyi kincses ház. A két ünnep között játszóházzá alakul a Babics, ahol kölyök szilveszterrel és ingyenes mozimatiné vetítéssel várják a családokat. A részletes program a www.szekszárdagora.hu oldalon található. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!